Polgár Judit vagyok, a világ első számú női sakkjátékosa. Szeretném bemutatni az oktatási programomat, amely segíti a gyerekeket a kreatívabb gondolkodásban és a hatékonyabb tanulásban. Irány az iskola! Miközben Judit és nővére Zsófi elindulnak Budapest másik végébe, a Leményi Dezső általános iskolába járó gyerekek már a tehetségfejlesztő sakkórára készülődnek. A 16. kerületi iskola egy teljesen normális közoktatási intézmény, amelyben Judit sakkalapítványával együttműködésben 2012. szeptemberétől elindították a Sakkpalota program kísérleti projektjét. Úton vagyunk egy általános iskola felé, ahol már napi szinten használják az oktatási módszert, és folyamatosan nagyon pozitív visszajelzések vannak a tanárok részéről, és a gyerekek is nagyon imádják ezt az egész projektet, úgyhogy már alig várom, hogy odaérjünk. Polgár Judit és csapata egy egyedülálló, új módszertani programot dolgozott ki az általános képességfejlesztésre, a logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére. A Nemzeti Alaptantervben 2013-tól választható tantárként szereplő új tárgy a sakk alapszabályait és eszközrendszerét használva épül be az alaptantárgyakba. Most lép, balután, jobbra, hármat. Kire bukkantál? Vili? Sötét bástyára. Az Európai Parlament 2012-ben deklarációt adott ki a sakkiskolai bevezetésének támogatásáról. Az Európai Szakmai Bizottság tagjaként Polgár Judit Magyarországon 4 évfolyamra szóló képességfejlesztő sakkkerettantervet készített az általános iskolák alsó tagozata számára. De bármilyen papíron gondosan kidolgozott programnál többet árul el a módszerről, a gyerekek nem szűnő lelkesedése a tantárgyi órákon. Most indul a játék, keresd meg a párját, hol is föl is keresd meg. Jó? Hogy hol is van, és add egymásra. Megvan, az jó. Az iskolán belül egyre több osztályt érint a program, a folyamatos érdeklődés miatt pedig a bemutató órák is rendszeressé váltak. Nem csak a mi kollégáink nyitottak ennek az új módszernek a megtanulására, hanem nagyon sok iskolából kapunk ország határon belül és kívül is visszajelzést, hogy szeretnék megismerni ezt a módszert. Amelyiket felemelem, miután kicsit váltak egy kicsit, az értékének megfelelően kell majd csoportot alkotni. Nagyon figyelj! Álljatok fel! A sakkszabályainak tanulása közben a gyerekek saját kis belső GPS-re tesznek szert. Megtanulnak eligazodni síkban és térben, a kettőt folyamatosan váltogatva, több különböző információt kombinálva össze. Ezeket a kapcsolatokat pedig minden más tárgy tanulása során kell használják. Én tudom, hogy mit szeretnék, ők csak azt tudják, hogy ez a játék, ez egy nagyon jó játék, és mivel végrehajtható, meg tudja csinálni élvezettel, ezért ő úgy fejlődik, hogy ő nem is tud róla. Egyszer csak azt vesz észre, hogy most a feladatokat meg tudja oldani. Zsombor, te mivel fizetnél? Egy bástya. Egy bástya, jó, fölteszem a bástyát. Meg egy futó. Egy bástya, egy futó. És egy gyalog. És egy gyalog. A Sakkpalota program számos kiegészítő eszközzel segíti a tanulók képességeinek fejlesztését. Ebben az eszköztárban szerepelnek rímek és mondókák, dalok és találós kérdések, sakkvár, sakkdominó, sakkpénz, sakkkártya, sakkdobókocka és sok más izgalmas játék. Ez a mellékletként elérhető eszköztár a legszűkösebb anyagi körülmények között dolgozó iskolákban is lehetővé teszi a módszer bevezetését. A gyerekek saját maguk díszítette laminált sakktáblájukon végezhetik a feladatokat, vagy játszhatnak egymás ellen. A bástyához, mert a bástyának fölé is rakhatjuk? Igen, fölé is rakhatjuk. Nehezen éritek el, mind a kettő jó. Nagyon ügyes voltál. Közben Judit is megérkezik az iskolába, és rögtön egy kis bemutatót tart a gyerekeknek. Bár a polgárnővérek azzal váltak világszerte ismerté, hogy gyermekkorukban egy speciális pedagógiai kísérlet részesei voltak, a képességfejlesztő sakkprogram kidolgozásakor Judit már elsősorban saját szülői tapasztalatait hasznosította.
Bár a program a sakk szabályrendszerére alapjaira épül, maga a sakkjáték elsajátítása nem cél, hanem eszköz. Egy hihetetlenül hatékony eszköz a logikus és kreatív gondolkodás fejlesztésére. Egy átlátható keretekkel rendelkező, mégis végtelen kombinációval bíró játszó és tanuló tér, a tananyagban pedig mindez verses formában is megfogalmazódott. A sakkpalotában életre kelnek a sakkbábok. A történelmi ismereteken alapuló karakterek rendkívül szerethetőek a gyerekek számára. A grafikai elemek Polgár Zsófi tervezésében születtek meg, az ő kedves figurái mozgatják meg a gyerekek fantáziáját. Neked melyik a kedvenc bábod? A vezér? És melyik vezér? A világos vagy a sötét? Világos. Igen? És nevet is adtál neki? Még nem. Még nem? És neked melyik a kedvenc? Nekem a gyalog. A gyalog? A G8. A G8 gyalog itt fent? És miért ő a kedvenced? Olyan kis cuki abban a kis sisakban. Ugye? Szerintem is. Hát neked? Nekem a király, az F6 király. Az F6 király? Ő a nagyfőnök, mi? Ilyen nagyon szerethető figurákat sikerült, azt hiszem, így a mostani visszajelzés, ez tényleg nagyon jó nekem, mert látom, hogy sikerült szerethetővé tenni ezeket a figurákat, amelyekkel azonosulnak a gyerekek, és sokkal többet látni bennük, mint csak-sak figurák. Ebben a szerethető és játékos világban a tanulás annyira élvezetessé válik, hogy a gyerekek számára a tanórák és a szünetek nem válnak külön. Kicsöngetés után is lelkesen folytatják a megkezdett tevékenységet. Az, hogy a módszer segítségével az iskolai oktatás egy szórakoztató ismeretszerzéssé vált, természetesen a szülők számára is gyorsan kiderült. A gyerekeknek az osztályban a sakk az egy hatalmas játék, egy közös játék, és mivel ez be van építve a tananyagba, matekba vagy nyelvtani tananyagba, ezáltal maga a tanulás is sokkal játékosabb számukra, úgyhogy nagyon-nagyon élvezik ezeket az órákat. Mi később érkeztünk az osztályba. Mi évközben csöppentünk be, és a Lili nagyon ügyesen fölvette a ritmust, és nagyon gyorsan beilleszkedett ebbe a sakkosztályba, annak ellenére, hogy soha életében nem tanult sakkozni. Ami nekem nagyon fontos, hogy nagyon élvezi a játékot, nagyon könnyen terem kapcsolatokat ezáltal, a koordinációs készsége, az odafigyelése sokkal jobb lett, mint ami volt. Másként tanulnak, másképp gondolkodnak, és én úgy gondolom, hogy akár a magyart, és amikor szótagokat tanulnak, amikor egész mondatokat tanulnak, mindenképpen ezt a logikát használva tanulják, és ez csak pozitív. A teljes gyerek megközelítésben a program a gyerekekre nem csak mint iskolai tanulókra van hatással, hanem az érzelmi kötődésen keresztül a sakkpalota világát ezek a gyerekek a tanórán kívüli szociális kapcsolataikba, a családi életbe is magukkal viszik. Hogyha hazamegyünk és így kérdezgetem, akkor hozza, mutatja, mondja ezeket a táblákat, amiket itt tanulnak, és ez mindig a sakkal összefüggésben van, tehát a matek az feltétlenül mindig. A képességfejlesztő kerettantervhez sakkpalota címmel tankönyv és munkafüzet sorozat, valamint tanári kézikönyv is készül, kiegészítő mellékletekkel, mozgásos játékleírásokkal, kereszttantárgyi hivatkozásokkal és képességfejlesztő feladatokkal. A tankönyv felépítése következetesen vezeti végig a gyerekeket az ismereteken. A leckék mindig egy asszociációs képgalériával indulnak. A képek segítségével a gyerekek az elvontabb fogalmakat is képesek vizuálisan feldolgozni, a fantázia világával és saját mindennapi életükkel összekapcsolni. Az elsajátítandó anyag ellenőrzésére pedig nem csupán találós kérdések és igaz-hamis állítások szolgálnak alapul, hanem a gyerekek feladatai közé tartozik, hogy saját, a tanóra során átért érzelmi állapotukat is igyekezzenek meghatározni.
A tankönyvhöz tartozó munkafüzetben pedig minden leckéhez a különböző alaptantárgyakhoz kapcsolódó fejlesztési feladatok tartoznak. Így a gyerekek a normál tanmenetben szereplő matematika, magyar, technika és egyéb ismereteket is az általuk már megszeretett bábok világában tanulhatják. A Polgár Judit Sakk Alapítvány a tanári kézikönyv mellett egy 30 órás akkreditált képzéssel is igyekszik segíteni a módszer iránt érdeklődő pedagógusok munkáját. A képzés napi gyakorlatban alkalmazható ötletekkel, megoldásokkal, praktikumokkal is szolgál. A Sakk nem csupán azért kiemelkedő oktatási eszköz, mert az elmúlt 1500 év alatt bizonyított és a középkortól máig megőrizte népszerűségét, hanem különösen most a digitális korban válik minden eddiginél aktuálisabbá. A digitális kultúra segíti, hogy a gyerekek sok információt meg tudjanak tanulni, kezelni, egyszerre a vizuális ingereket jól tudják használni, de hiányzik a rendszer a gondolkodásukból. És erre kerestünk már régóta megoldást, és hát találtunk olyan eszközöket, amik igenis segítik az egész agy fejlődését, és ilyenek a régi eszközök, mint például a stratégiai játékok is, elsősorban a Sakk. És ekkor találkoztunk össze Polgár Judittal, aki olyan brilliáns gondolkodással bír, hogy rájött és látja a Sakkban a taneszközt. És ez az, amit szeretnénk, hogy a gyerekek számára egy segítség legyen, hogy megtanuljanak rendszerben gondolkozni. Mivel a digitális korba beleszületett, felnövekvő generációt elsősorban a saját digitális eszközeivel, táblagépekkel, érintőképernyős telefonokkal lehet a leghatékonyabban megszólítani, Polgár Judit ezen a területen is előállt már a tananyag egy formájával. Sakkjátszótér címmel készített applikációt. Őrvonat érkezik a Sakkbolygóra. Kiszállás! Jó helyen vagyunk! Oda nézzetek! Judit már vár minket! Sziasztok! Polgár Judit vagyok, a világ legjobb női sakkjátékosa, a Sakk nagymestere. Megtanítalak benneteket sakkozni. A Sakkpalota program hatására a gyerekeknek az egész tanuláshoz történő hozzáállása megváltozik, csak úgy, mint a gondolkodásmódjuk. Miért szereted a sakkot, Galiba? Azért szeretem a sakkot, mert egybe játék is, meg tanulni is lehet belőle. Miért szereted a sakkot, Patrik? Mert agyfejlesztő és mókás játék. Miért szereted a sakkot, Bandi? Azért szeretem a sakkot, mert az egyszerre játék is, és egy sport is egyben. A Polgár Judit módszerével dolgozó iskolákban nem azon van a hangsúly, hogy a gyerekek minél jobb, eredményesebb sakkozókká váljanak, hanem hogy a program segítségével a tanulásban és az életben sokkal hatékonyabb, kreatívabb, gondolkodó ember váljon belőlük. Remélem, sikerült felkelteni az érdeklődést. Ennek az ősi, egyben rendkívül modern kulcsnak a segítségével, ugyanis a gyerekek nem csak a sakkpalotába kaphatnak bebocsátást, hanem a kreatív gondolkodáshoz vezető utat is megtalálhatják. Thank you.